És jött egy Karn Silex. Na hát akkor itt most nagyon gyorsan véget kéne vetni. 9-et kéne ütni. Ez ugye egy 4x4-es dragonnál tudja tenni. Az 8. Hát akkor megvagyunk. Megvagyunk szerintem. Ugye mondhatunk egy good game-et, ugyanis ráteszünk countert. Ezekkel ugye minden planeswalker, és akkor mehetünk ütni. És akkor sikerült leütnünk a planeswalkerrel a kontrollt. Sziasztok! Ma meg fogjuk nézni a piros-zöld control deckemet, amit én a Clotis God of Destiny lapra raktam össze. Ugye ő egy 3 manáért 4x5-ös Indestructible Legendary Enchantment Creature God. Ami ugye jól hangzik, de ugye megvan az a hátránya, hogy amíg a devotionöm a red and green is less than 7, Clotis isn't a creature. Azaz, a devotion az az asztalon lévő mana szimbólumok, amik az idézési költségekben vannak. Így, amíg nincsen lent legalább 7 piros és zöld mana szimbólumom a lerakott lapjaim idézési költségében, addig Clotis nem számít lénynek, tehát nem tud támadni és nem tud blokkolni. Viszont van neki így is egy állandóan működő képessége, méghozzá at the beginning of your pre-combat main phase, exile target card from a graveyard. Azaz, az első main phase-embe, ami megelőzi ugye a kombatot, tehát a pre-combat main phase-be, bármikor exile-olhatok egy lapot bármelyik graveyardból. Ha ez a lap egy föld, akkor kapok egy piros vagy egy zöld manát, minden más esetben én gyógyulok kettőt, az ellenfelem pedig sebződik kettőt, tehát lényegében egy olyan sebzésről beszélünk, ami anélkül, hogy igazából veszélyeztetve lenne a leszedésre, mindig tud kettőket sebezni az ellenfélbe. Na de nézzük, hogy mikkel játszok, hogy meg tudjam ugye védeni, vagy kontrollálni tudjam. Hát játszok ugye leszedésekkel, tömegírtások, tömeges leszedések főleg, rengeteg rampal, főleg azért, hogy minél hamarabb ki tudjanak jönni majd a később mutatott nagy lények és nagyobb lapjaim, és itt is ugye játszok, ugye a Karn Silex az még domináriás lap, viszont ugye, hogyha látjátok, Crucible of Words, hogy tudjak játszani ugye a graveyardból is földeket, ami nem olyan rossz, ugye a Clotis mellett, ha ki tudom rakni, akkor ugye érdemes játszani a szekkelős lendekkel, amiket akár ki tudok exile-olni, akár újra ki tudok rakni. És ugye az övéken The Woods, ez Brothers War-os kártya, ugye X plusz 2 zöldé tudok csinálni X 1x1-es Forest Dryadot, ugye lényegében Dryad arborokat kapok az asztalra, ugye ezek 1x1-es földek, amik mellette lények is, tehát tudnak egy zöld manát adni, meg 1x1-es lényként tudnak támadni, és sajnos ugye van Summoning Sickness-ük, azaz a kijátszásuk körében nem lehet őket elteppelni manára. Van pár egyéb lap, amivel játszok, ugye Gaea's Blessing, ha esetleg millel az ellenfél, Stone Rain, 3 manás földleszedés, Conduit of Words, gondoltam kipróbálom, 4 manás artifact, játszhatok ki lendeket a graveyardomból. Ez így jónak is hangzik. Tepre, choose target non-land permanent card in your graveyard. Tehát kiválaszthatok egy non-land permanenst a graveyardomból. És hogyha még nem kasztoltam eddig semmit, akkor kikasztolhatom azt, de ezután már nem kasztolhatok. Tehát lényegében, hogyha kifogy a kezem, akkor a graveyardból bármit ki tudok kasztolni. Waking the Trolls, hát 6-ért destroy target land. Nem tűnik túl erősnek, de ugye ez egy szága, tehát 3 fejezete van. A második fejezet, hogy egy graveyardból egy földet az asztalra tehetek, minthogyha az enyém lenne. A harmadik fejezet pedig kiválasztok egy opponenst, és annyi 4x4-es troll warriort kapok trample-lel, amennyivel több földem van, mint annak az opponensnek. Ez sem hangzik olyan rosszul. Portal to Phyrexia, Brothers War, ugye amikor lejön, az ellenfélnek szekkelnie kell 3 lény, és a következő
upkeepemtől, minden upkeepembe egy lényt valamelyik graveyardból játékba rakhatok, ami innentől Phyrexia is lesz. Ez sem tűnik olyan rossz lapnak. Ugye vannak laphúzások, Escape to the Wilds, Cosmos Elixir, Harmonize, Valakut Awakening, Light Up the Stage, ezeket ugye már láthattátok, viszont gondoltam, ezt a Perilous Iteration-t is kipróbálom, ez két manáért szíkel a kezünkbe egy kettes és egy hármas mana value-s lapot, bocsánat, kettő vagy kisebb, vagy, és egy három vagy nagyobbat, amiket a következő kör end stepjéig kijátszhatok, vagy el kell dobnom a kezemből. Ez sem tűnik olyan rossznak, de majd kiderül. És akkor itt vannak a lények, amikkel a Planeswalkerök mellett nyerni próbálunk, és ide is tettem be pár olyat, amit eddig még nem nagyon játszottam. Ugye a Solfimot már láthattátok másik deckembe, ezért gondoltam, mert duplázza a non-combat damage-eket, tehát a Clotisnak a képességét is duplázni fogja, valamint a Planeswalkereknek a sebzéseit is, úgyhogy ezért került be a deckbe. Itt van ugye a Questing Beast, ami egy igazán erős lap, a semmiből lejöve sokszor blokkolhatatlanul le tudja ütni a Planeswalkereket. Throne, Breaker of Silence, szerintem egy jó kontroll ellenes és jó kontroll lap. Ugye nem lehet megkanterelni, 5-5 per 5 trample, nem lehet non-green spell célpontja, amit az ellenfelem kontrollál, és nem lehet célpontja non-green sourcesnak, valamint az én körömbe indestructible. Kell lennél jobb lény? Ugye játszok mindkét Warring Clax-el, és ugye nagyon szeretem a Koglát, betettem a Titan of Industry-t, és szintén egy új lap, ami jó kontroll ellen, meg kontrollba is, Tyrannax Rex, 7-ért 8x8, nem lehet megkanterelni, Trample, Haste, van neki egy 4-es wardja, és Toxic 4, azaz 4 Poison Counter tesz az ellenfélre, hogyha megsebzi. Ez sem olyan rossz. És ugye természetesen itt van a Voracious Hydra. És akkor nézzük a Planeswalkereket, amiket még nem láttatok tőlem. Ugye itt vannak a pirosak, itt is bekerült a Kot, Chandra, Shark and the Master lesz, elég sok Planeswalkerrel játszok, a Planeswalkerekkel leütni az ellenfelet. Még talán nagyobb móka, mint csak úgy simán nyerni velük. Ugye itt is itt a Tibalt, ugye itt van a Vrenen 7, a Nissa, a Vivian Monsters Advocate, Chandra Awakened Inferno és a Flame Catalyst. Bekerült ugye a Phyrexiából az új Nissa, az Ascended Animist, akit ugye megfertőztek a Phyrexiaiak. Ő egy, hát ugye 5, 6 és 7 manáért is kijöhet, az attól függ, hogy hányszor 2 HP-t költünk el, ugye mindegyik ilyen HP elköltésé, kettővel kisebb lojalti, tehát 5-3, 6-ért 5, 7-ért pedig 7 lojaltival érkezik, plusz egyre csinál egy X-per-X-es zöld Phyrexian horrort, ami annyi per annyis ugye az X, amennyi Nissának a lojaltia, mínusz 1-ért Destroy Target Artifactor Enchantment, mínusz 7-ért pedig az összes lényem, amit kontrollálok, kap 1x1-et, az összes foresté, amit kontrollálok és trampled kapnak. Nem ez a vinkon, itt igazából csak arról gondolkoztam, hogy lejön, ad lényeket, és akkor onnantól úgy jó lesz, tudja védeni magát. És hát, hogyha Planeswalkerök, akkor ugye betettem a dupla színűeket is, tehát piros-zöldből itt van Arlin, the Pax Hope, nem elég, hogy tud adni ugye 2-2-es wolfokat, tudja erősíteni a lényeinket, hogyha megfordul, akkor tud manát adni, meg egy 5x5-ös indestructible trample haste-es lényé tud válni. Itt van Domri, Chaosbringer, aki tud adni manát, és rájötött annak a lénynek, amit ebből a manából kasztolok. Minusz 3-ért meg tudjuk nézni a felső 4 lapot, és 2 lényt a kezünkbe tudunk venni. Mínusz 8-é pedig tud adni egy emblemet, hogy minden end stepben kapunk egy 4x4-es Beast tokent trample-lel. Betettem a Minskent Boot
Timeless Heroes, aki itt ugye a papír alapúhoz képest 5 manáért érkezik, amikor ő lejön, akkor megkapjuk boot az asztalra, plusz egyért tud tenni 3 1/1-es countert egy lényre, aminek van trampölje vagy hésztje, másik lényeinkkel is jó, valamint mínusz 2-i fel tudunk áldozni egy lényt, és hogyha ezt tesszük, akkor Minskan Boo annyi sebzést okoz bárhova, tehát any target, amennyi ennek a lénynek a powerje volt, és hogyha ez Boo, ugye egy hamster, akit feláldozunk, akkor húzhatunk is X-et. És természetesen itt van Lucca, Bound to Ruin, akit szintén nem ugye a plusz egyes képessége miatt tettünk be, ugye ez a 2 manát ad, de csak lényre lehet költeni, vagy lény képességre, mínusz 1-é viszont ad egy 3x3-as toxic egyes lényt. Vinkom. És ugye játszok földekkel, és mivel ugye tudunk kijátszani elég sokat, ezért játszok azokkal, amik földet tudnak előkeresni, meg ugye Clotisnal azok is rampolnak, valamint ugye a Demolition Field-del és a Field of Ruin-nal, hogyha az ellenfél sok-sok non-basic-kel játszana, akkor ugye mivel többször is ki tudjuk őket játszani, elég erősek lehetnek. Ugyanígy ugye a Gnatworld Slumber Mound, amivel nem csak hogy destroy target lenne, de kapunk egy 4x4-es trollt is, többször tudunk földet destroyolni. Úgyhogy ezekkel a lapokkal játszunk. Mutatom, hogy összesen 39 valakú tövékineng ugye a deckben, tehát 40 földdel játszunk. Itt láthatjátok, hogy nagyon azonos, szinte ugyanannyi a színek aránya, és ugye nagyon sok nagy manás lappal játszunk, úgyhogy remélhetőleg minél hamarabb fogunk manát húzni, és ki tudjuk játszani ezeket. De miután megnéztük, hogy hogyan néz ki a deck, nézzük meg, hogy hogyan működik élesben. Mai első ellenfelünk Lavinia, Azorius Renegade, ugye ez a fehér-kék, each opponent can't cast non-creature spells with mana value greater than the number of lands that player controls, tehát itt a mana kövek ellen van ez, és hogyha úgy castolok spellt, hogy nem költöttem rá manát, akkor azt automatikusan megkanterli. Nem gond, kezdek, viszonylag jó kéz, úgyhogy nézzük is meg. Ugye tudok kezdeni egy Broker's Hideout-tal, és jön is belőle egy Forest. Aztán ugye a Reliquary Tower, Rockfellvale, Clotis, nem olyan rossz. És elég gyorsan lehet egy Nissánk. Meggondolandó. Na, de van is rá counterje. Hát gondoltuk, hogy van rá counterje. Nyilvánvaló volt, hát ugye kék-fehér, tehát egy full control. Na, Lavinia. Hát akkor viszont... Toljunk meg egy valakutot. Mert itt nem nagyon érzem az erőt a drága lapokban, inkább olcsónk kéne valami. Viszont így annyi lesz majd, hogy mindig csak passzolgat. Nehogy ki tudjak játszani majd valamit. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy mi lenne, hogyha nem is Chandrát kanterelje meg. És ha ezt így teszi, akkor... Nem kanterelte meg a Chandrát. A Chandrával kérünk 2 manát. És lelőjük a Laviniát. Na, vajon erre van kanter? Jó, hát kifézelte. És még kapott egy 1x1-es kantert is. De nem gond. Mert ugye, olyan meglepetés tud érkezni, amire nem hiszem, hogy nagyon számított. Méghozzá tud jönni a Tyrannax Rex. Amit jelen esetben nem fog tudni megoldani, és be is dobja.
Hát igen, a Tyrannax Rex ilyen, hogyha lejön, egy kék deck ellen, aminek nincs manája, ugye megkanterelni nem tudja, de nincs manája leszedni, az a 8x8 a 4 Poison Counterrel nagyon gyorsan elrakja az ellenfelet. Úgyhogy nézzük is a következőt. Következő ellenfelünk Nicol Bolas, The Ravager. Hát ez is egy kontrollnak tűnik. Ugye a Nicol Bolas, ő elég durva, 4 manáért lejön, tud egyet diszkardoltatni, és utána 7 manáért át tud fordulni Nicol Bolas The Risen-nél, akit hát most így látjátok, nem olvasok fel minden képességét, de elég erős. Viszont mi kezdünk, érdekes módon most mi kezdegetünk, és nem olyan rossz, úgyhogy megtartom. Tudunk kezdeni egy Highland Forest-tel, és ő még ugye harmadik földként állva tud lejönni, ami azért nem olyan rossz. És az a kérdés, hogy Relic of Legions-öt játszunk, vagy Clotiszt, és ez így egyértelművé tette, mivel húztunk földet, hogy Clotiszt kell játszani. Bár ugye nincsenek graveyardok, tehát még nem csinál semmit, de a Relic of Legions miatt most az a kérdés, aha, hogy mivel nem lény, ezért őt nem tudom teppelni, de így is van 2 mana, nem gond. Viszont a következő körre 6 mana, és a Waking the Trolls az igazán jó lesz, és a Geas Blessinget el is tudom erre dobni. Ami kiszedem. És Waking the Trolls. Szedjük ki a dupla földjét, az egyiket. Kicsit visszavetettük őt. Skyclave Relic. Majd jön valami, ami tudja ugye a... Hopp, ja igen, tényleg ezt ugye le tudjuk rakni, és csak utána jön a Clotiszt, ami most nem csinál semmit, viszont így Harmonize-al húzunk 3-at, és akkor Thriving Grove, ezt letesszük ugye pirosra, még adunk egy kört, utána már a Nissa, aha, Ashiok. Mit vetett vissza? Nem. Na. Hát innen ugye megvan a 3-4x4-es trollunk, és leteszem a Nissát. És innentől ugye a földek, mivel dupla manát adnak, Each Forest, hát jó, akkor legyen a az ő földje. És mi legyen az, ami... Hát természetesen a Questing Beast. És ezzel megyünk arcba ütni. Ezzel megütjük az Ashiokot. Ez valószínűleg blokkolja. Ugye mi exiloljuk a deckünk felső 2 lapját. Hát sajnos kiment az új Nissa. Meg egy Evolving Wilds, de szerencsére ugye a Questing Beast az ütött az Ashiokba. Aha, Nicol Bolas üti a Nissát. Az Ashioktól gondolom kér majd egy... Nem, Hour of Devastation, hát ez egy remek lap volt, azt kell mondanom. Viszont így akkor kiszedjük az Ashiokot. Sebezgetünk. 2, gyógyulunk 2-t. Most azon gondolkozok, hogy keresek egy földet. Méghozzá egy forestet. Leteszem, és még mindig van 5 manám. Hát akkor jöjjön egy Minskend Boo, és akkor ugye itt lesz nekem Boo. Akivel azért oda tudok ütni 4-et. És ugye ez minden körben tudja adni. Ugye enters the battlefield and the beginning of your upkeep. Tehát minden körben van egy, mondjuk azt, 4x4-es ütőlényem. Na nézzük.
Aha. Esett egy Karn Szájlex. Na hát akkor itt most nagyon gyorsan véget kéne vetni. 9-et kéne ütni. Ez ugye egy 4x4-es dragonná tudja tenni. Az 8. Hát akkor megvagyunk. Megvagyunk szerintem. Ugye mondhatunk egy good game-et, ugyanis ráteszünk countert. Ezekkel ugye minden planeswalker, és akkor mehetünk ütni. És akkor sikerült leütnünk a planeswalkerrel a kontrollt. Elég erős. Innentől, ha tovább húzzuk, akkor nem biztos, hogy hát sok esélyem lett volna, de szerencsére jól jött a sarkan, úgyhogy ezt is sikerült nyerni. Következő ellenfelünk Atraxa, Grand Unifier. Ugye ő a Phyrexiába jött ki, egy 7 manás Phyrexiai Angel, aki 7x7 Flying Vigilance Death Touch Lifelink, és azt tudja, hogy amikor lejön a Battlefieldre, akkor a felső 10 lapot kell revealelni, és minden egyes kártyatípusé, card type-é, ami létezik, egyet a kezedbe vehetsz, a többit pedig megkeverve a deck aljára kell tenni. És ami az érdekesség, hogy itt van egy battle card type, amit még nem ismerünk, legalábbis a videó felvételekor még semmi info nincsen róluk, mire látjátok, már lehet, hogy lesz, de van egy ilyen battle card type, amiről egyelőre senki nem tud semmit. Ellenfelünk kezd, és nincs rossz kezünk, főleg ezzel a 3 manás földírtással, úgyhogy ezt megtartjuk. És kezdünk is egy Thriving Land-del. Ugye Portal to Phyrexia kézbe, az se rossz. Na, Ramp. Dreadhorde Invasion, nem rossz. Akkor Car plus Forest, és mehet is. Igen, ő ott ugye sérült tőle, de mindig van egy lénye. Úgyhogy nem is tudom, hogy mit kéne játszani. Hát nyilván a Replicating Ringet. Vagy szedjek le egy földjét? Jó kérdés. Az biztos, hogy fortellezett egyet. Hát szerintem rock felvél, és lőjük le a kék manáját. Nagyon jó. Még erre van egy kis idő, amíg leszedjük, ugye a Vrenen 7 meg tudja oldani a Treefolkjával. Üthet kettőt, nem húzott földet. Ez nekünk szerintem jó. Bár ugye emiatt van kék manája, hogyha le tudnánk lőni a Arcane Signetet is, akkor lenne igazán bajba, de leteszünk inkább egy Replicating Ringet. Jó, arra nincs counter, és jöhet is. Még mindig belefér. De az a baj, hogy szerintem amúgy van egy counter a kezébe. Biztos vagyok benne, hogy van egy counter a kezébe. Úgyhogy félve próbálkozok. Félve próbálkozok. De akkor legyen először egy Clotis. Azzal valamennyit tudunk majd gyógyulgatni. Na, húzott végre földet. Vagy én húzok egy újabb földírtást? Aj, annyira jó lenne, hogyha azt a kék manáját elköltené valamire. Mert így meg félek lapot kirakni. 1, 2, 3, 4... Jó, kérünk manát. Kérünk manát. És megnézzük, hogy mikor kirakom az Explore-t, akkor... Aha, tartja a prioritást. Ezzel nem érek semmit, úgyhogy a Vrenen 7 kell.
és lejött, akkor nem kanterje van. Na. Lehet, hogy erre van megoldása? Azért most már nagyon nagy az a zombi, valamit kéne ráhúzni. Hát mondjuk trampolja nincsen, tehát lejön a Vivien és akkor ki fogjuk tudni. Aha, Smothering Tide. Ki fogjuk tudni blokkolgatni. Hát nekem megéri, mondjuk úgy. Végre leesett, és igen, húzunk egyet, és földet húztunk, számoljunk, 1, 2, 3, 4, 5, resolve, és ki is fogjuk fizetni, és kiszedjük az explore-t, és akkor kezdhetünk gyógyulni. Ugye leteszek egy crawling baronst, és jöhet a Vivien, és akkor innentől megpróbálunk földeket felhúzni, 2 föld feljött, egy Nissa kiment, de az nem gond. És akkor jött egy vigilances szarvas, vagy beast, vagy mi ez. Na. 4 mana, nekem meg sok. És ezzel így már meg lesz a 8-9, és akkor a Portal to Phyrexia az azért nagyot tud szólni. Bár nem nagyon van egyelőre lénye, tehát... Kicsit fölöslegesnek érzem. Na játssza ki a lapját. Vajon mi van neki fortellezve? Ugye 4 színű deck, tehát szinte bármi lehet. És egy Disparkkal leszedi a Vrenant 7-t. Nem gond. Igazából. Vivien sokkal hasznosabb. De ahogy látom, arra is van megoldása. Turva lenne. Azt tudom, hogy Lair of the Hydra-t fogunk húzni sajnos. Infernal Grasp. Hát mindenre is van megoldás a kezébe. Igazából... Ezt most én megint ki tudom fizetni. És kiszedem a... az Infernal Graspot. Le tudok tenni egy Mestros Theatert, ez ugye keres nekem egy Mountaint. És akkor le tudok tenni egy Kotot. Ami szintén keres nekem egy Mountaint. Kézbe. És vele pedig megint kérek egy 3-3-as vigilances beastet. Úgyhogy egyelőre jó vagyok, és következő körbe ugye lesz ez meg ez, hogyha lerakom, 2 forestem. Witness Protection. Hát blokkolni tud, vagy nem tud? De tud, hát akkor megblokkoljuk, ne üssön le 2-t a Vivienből. Crucible of the Worlds-et fogunk húzni. Hát az most nem sokat segít. Tassa. Nagyon jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Még creature-je mindig nincs. Nekem se. Viszont látom, mit fogunk húzni. Úgyhogy most nem fizetem ki, adok neki egy treasure-t. Kiszedem a Disparkot. És azt mondom, hogy lerakok egy állóföldet, lerakok egy domrit, és kivételesen mínusz 3-azom. És akkor ugye 2 lényt kézbe is vehetek. És itt jön az, hogy 1, 2, 3, 4, 5 manám van. Ami ugye nem sok.
De a kottal most le tudom lőni a zombót. Ezzel megint tudok kérni egy vigilance-es lény, és le tudok tenni egy tibaltot. És így... Ugye, vele is tudok még két manát kérni, de... Hát még lehet, hogy ez a Festival Crusher nem is olyan rossz. Ki is rakom. Van elég lényem lent, úgyhogy megyek ütni a Clotisszal. Végre megy a Commander. Na. Hát nézzük, mit kezd, ha... Van egy Blood on the Snow-ja, és leszedi az összes Planeswalker-ömet, az gond, de azért már ott van a Tyrannax Rex kézbe. Az már okozhat majd egy kis fejtörést neki. Megint földet fogok húzni. Kogla. Kogla le tud fájtolni a 3x3-as lényünkkel, és ennyi. Érdekes. Le fog még a Festival Crusherrel is fájtolni. Oké. Rendben. Resolve. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 manám lesz. Akkor declinolom. Kiszedjük a Witness Protection-t. 3 mana az ellenfélnek. Hát akkor mi lenne? Hogyha ezt kijátszanám. És az ellenfél be is dobja, mert még ugye ki tudtam volna rakni valamit. De, na hát azért most is a lények nyertek, de azért most a Planeswalker-ök megmutatták az igazi erejüket. A Koglát meg tudtam volna oldani, tehát azzal most semmi gond. Még innen adok manát, még kérek lényeket, úgyhogy nem lett volna probléma. Ezek meg már ketten ütnek annyit, hogy az ellenfél meghalljon fixen. Ugye a 8-ra üt, minimum 2 bemegy, és akkor ott már vége. Úgyhogy megyünk tovább. Következő ellenfelünk Ayara, First of Loctwain. Ugye ő 3 manás fekete elf, 2x3-as, úgyhogy ha lerakunk, mikor Ayara vagy egy másik fekete lény enterel a battlefieldre, akkor az ellenfél sérül egyet, te gyógyulsz egyet, és hogyha felszekkelsz egy másik black creature-t, akkor húzhatsz egy lapot. Mi kezdünk, és ez egy jó kéz, úgyhogy megtartjuk. Shatterskull Skull Smashing teppelve. Nincs most szükség egyelőre aktív lapokra. Jöhet a Forest, és akkor utána Rootbound, és Replicating Ring. Aztán majd kiderül, hogy ezt... Aha, jó, oké, ezt nem kell crewolni. Ezt nem ismertem, de... Ugye azt tudja, hogy... Flying, és as long as Weatherlight completed as 4 or more Fire Axis counter, it's a creature. És akkor kap ilyen countert, hogyha meghal egy lény. Na. Hát nem húztam földet, de hát ha ezzel sikerül. Így van, egy teppelt, és akkor lerakható. És akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 az azt jelenti, hogy a Titan of Industry az meg tudja egy picit lódítani a dolgot. Ugye le tudtunk tenni egy 4x4-es Rhino-t, egy 7x7-es lényt, és le tudtuk lőni a Phyrexian arénát, ami ugye adott volna plusz egy lapokat az ellenfélnek. És akkor itt ő most rampolni próbál, van egy leszedése a Titan of Industry-ra, semmi gond. Ugyanis, ugye, hát ezt le tudom tenni, és akkor még 3 ma nem maradna. Hát akkor mi a fontosabb vajon? Ez,
Hát szerintem a Clotist tegyük le. És ugye így, jaj, 4 manám van. 4 manám van, akkor le tudjuk tenni a Solfimot is. És ha erre is van leszedése, akkor szedje le nyugodtan. Addig sem mással foglalkozik. 5 mana. Ha jön egy ajara. Ugye jött hozzá a Bontuz Monument is, tehát minden kirakott lénye után sebződök kettőket, de nem gond, mert hát ugye a Clotis ezt majd szépen visszahozza, és elvileg ő most már 4-eket lő ugye a Solfim miatt. És le tudok tenni egy Questing Beast-et, meg le tudok tenni egy Arlint is, ami letesz 2 darab Wolfot, és tudok menni ütni sokat. Tudja, a Questing Beast-et nem tudja megblokkolni, egyiket se tudja leütni, hogyha mindkettővel blokkolja, akkor se ugye nincs death touch-uk. Úgyhogy nagyjából ez megint egy gyors győzelemnek tűnik. Hát az agróval nem szokott ilyen gyorsan menni sokszor. Á, jó lapja van. Tehát, hogyha van egy föld, meg egy Blood on the Snow, előfordulhat. Nem, Marauding. Ó. Jó. Hirtelen azt hittem, hogy valami végtelen kombó. De még nem. Igen. Igen, most tud gyógyulni sokat. Jó, ki tudott valamit exile-olni. Igen. Igen. 15-ben visszagyógyult. Tehát az nem rossz. Igen, a Clotisszal ki tudom szedni onnan azt. Akkor 11-be lesz. Le tudok tenni egy földet. Ezt tudom plusszolni. De nagyon nincsen semmim. Viszont, ugye csak 3 lénnyel tud blokkolni, úgyhogy mehetek mindennel ütni. Na, és akkor nézzük, hogy mit csinál. Igen. Solfimot blokkolja. Blokkolja a Questing Beast-et. És beblokkolja azt. És így 10-et a Trample miatt szerintem így is meghal. Na de nézzük. Aha, jó. Oké. Nagyon jó. Draw card. Manája nincsen. Igen. Egyben túléli. Egyben. Ja igen, mert nincs trampölje, csak Vigilance Death Touch. Death Touch Haste. Ez kellemetlen. Ott van most már egy Weather Light. És nincs semmi, amivel ugye meg tudnám fogni. Nem baj. Le tudja ütni az Arlint. De hát még mindig itt van sok-sok lényem, valamivel meg kéne oldani. Így van, húzzon egy lapot. Na nézzük. Hopp. Semmi. Támadnak a zombik. Hát nyilván nem fogok blokkolni. Nehogy valami trükkje legyen. És a decay miatt ők ugye elszállnak, de scryolhat egyet. Aha. Ja, és igaz, hogyha 7 vagy több ilyen counter van rajta, akkor már lapot is tud húzni. Viszont ugye bedobja, mert itt megint jöttek a lények, és sikerült nyerni. Mai utolsó ellenfelünk Kervek, The Spiteful. Na hát ugye ő egy 4 manai 3/2-es other creatures get -1/-1. Engem annyira nem hátráltat, nem játszok
kis lényekkel. Ellenfél kezd. Nem olyan rossz, úgyhogy megtartom. Behúzom a negyediket onnantól, mert ugye tudok rampolni. És... Thriving Grove Red. Kíváncsi vagyok, hogy ő mivel játszik. Ez a kotos fejez jó néz ki. Na, megjött a negyedik föld, úgyhogy nincs gond. Viszont gondolom, hogy tele van leszedéssel. Ajara. Hát le is lőjük, ne maradjon lent lénye neki se. Ne higgye, hogy... neki van esélye. És akkor jött a Clotis. Na. Kervek. Nem. Bane Blade Scoundrel. Jó, ezt kiszedjük, ezt meg megnézzük, hogy mi. A fekete vérfarkas. Whenever Baneblade Scoundrel becomes blocked, each creature blocking it gets -1/-1. Oké, okay. Akkor nem fogjuk blokkolni. Hát akkor egyelőre... Hát az a baj, hogy... ja. Túléli még. Úgyhogy... nincs baj. Még ugye kettőbe túl tudja élni. Főleg, hogyha lejönne a kervek, akkor háromba. És ugye csak 3/2-es, tehát viszonylag egyszerű leszedni. Ugye pont a Tibalt nem tudja, és a Devíjei se olyan jók. Bár ha csinálok kettőt, az pont lelövi a kerveket. Mert ugye meghalnak, akkor tudnak lőni egyet bármibe. Nagyon jó, támadjon. Oké, okay. És akkor nézzük, mit csinál 4 manából. Jön egy Drana. Érdekes, érdekes. Jó, hát sajnos ugye nem jöttek földek a graveyardba. Ami azért baj, mert... hát azért rámegyek, hagy menjen ütni valamelyikkel, még ugye a kotra. Ne legyen egyszerű dolga, és leszedek egy földet tőle. És akkor a következő körbe azért Chandra oda tud csapni. Hát, Dranával fog nekem, és akkor kap minden lény 1/1-et, akkor viszont ugye a Baneblade Scoundrel túl tudja élni. Az úgy már annyira nem vicces. Nem baj, majd rampolunk a Portal to Phyrexiaért. Vagy hát, ha húzunk egy leszedést a Dranára. Így van. Ugye most már őt se bírja lelőni. Hát ez nagyon jó kijött, úgyhogy kéne egy tömegírtás. Miért játszik valaki lényes deckkel kárveket? Tehát, hogy ezt magyarázza el nekem valaki. Mert fogalmam sincs. Hát explore. Jó. Hát legyen egy zöld mana. Explore. Hát ez sem az, amit szerettem volna, de ugye tudok rátenni countereket. Aha. Jó, tegyünk rá countert, méghozzá 2-t. Akkor már le tudja szedni majd a 3-asokat. Tehát az
Dranát pont megöli. Gondolom támad 10-ért, így van. Fú, nagyon sok. 7, csak 8 manám lesz. Az explort kiszedem. Kénytelen vagyok letenni a Chandrát. És leszedni a Dranát, és akkor utána ezt a... Tez... Ennek le kell ütni a Chandrát. És következő körben tud jönni a Portal to Phyrexia, tehát... Nincs akkora nagy baj. Na. Egy kört kell túlélnem. Ami talán meg lehet. Na, ez most keményebb meccs. Ugye artifact leszedés nem nagyon van feketébe, tehát hogyha lejön a Portal to Phyrexia onnantól, hát szerintem a kövkörbe be is dobja. Ugye a Drana ment exile-ba. Újra van 4 földje. Ez 7/6 lett, tehát... 9-et fog ütni. Brutális. Az a kérdés, hogy... Chandrát üti? Vagy engem? Engem. Ugye nagy valószínűséggel abban bízik, hogy nincsen rá semmim. Hát a Stone Rain-t kiszedem. Ez ugye tudok gyógyulni 2-t, tehát még ezzel is túl tudnám élni. Ezt a kör, de Portal to Phyrexia az meg egyenesen. Ugye. Leszedi az asztalát, és talán innen van esélyem fordítani. Stone Rain kicsit hátráltatta szerintem. Nem tudom, mi lehet a kezébe. Jó. Viszont akkor is kanterek nélkül jön vissza. Így van. 5/4-esként. És akkor... teszünk, és onnantól már ugye jó lesz a Tyrannax Rex következő körbe, ami meg tudja blokkolni. És a Ward 4 az pont elég arra, hogy ne tudja leszedni. Na! Mondjuk igen, 2 varázslatot kéne kijátszanom, hogy visszaforduljon a 4/3-ra. Ó, Plaquecrafter. Rendben. Viszont... tehát... erre most mondok egy good game-et, mert nem hiszem, hogy ez most jó ötlet volt a részéről. Hát most hiába üt 7-et. Ugye a Portrait to Phyrexia, az... igen. Nem tudom, hogy ezzel számolt-e. Mert ha nem, akkor az elég... csúnyaság, de leszedjük a Baneblade-et. Nehogy visszajöjjön nekem ez a csoda. És akkor nézzük, hogy mit szól a Tyrannax Rexhez. Természetesen lerakunk még egy földet, keresünk egy forestet. És... megyünk ütni egy 8-ast. És ugye kapott 4 poison countert. Hát egy köre van. Ha nem bírja megoldani a Tyrannax Rexet. Ugye ez trample, tehát... ugye azért 4-et viszonylag könnyen be tud ütni. Na hát a Portal to Phyrex ugye vissza tudja hozni a Plaquecrafter, tehát egy blokkoló lényt se elég leraknia. Szerintem itt dobás lesz. Na,
vagy a szokásos módon kilép a játékos, és inkább hagyja, hogy leperegjen az ideje, mert fixen kikapott. Elég undorító, de nem, szerencsére bedobja. Úgyhogy így zárjuk a mai videót. Hát azt kell mondanom, hogy itt nem olyan meccsek voltak, hogy kontrolláltam az ellenfelet, hanem nagyon sokszor ugye a nagy lényeim nyertek. Mondható ez inkább midrange decknek is, de én inkább kontrollként tekintek rá. Úgyhogy döntsétek el ti, hogy mi ez a deck. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjatok rá egy lájkot. Ha pedig nem szeretnétek lemaradni a Magic tartalmakról, akkor nyomjátok meg a csengőt, hogy értesítést kapjatok bármikor, amikor egy új Magic videó megjelenik a többi mellett. Sziasztok!